A rendelkezésre álló adatok alapján a fiatal a kerítésen átmászva bejutott a szomszédos ingatlan udvarára, és onnan egy satupadot akart eltulajdonítani, amit átdobott a kerítésen, de egy utcában lakó ezt észlelte. Kérdőre vonta a fiatalt, mire az hátra hagyta a zsákmányát és elszaladt. A helyszíre érkező egyenruhások lakásán elfogták a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét és előállították a jánszapáti rendőrőrsre. A jogsértő nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, más eljárás is volt ellene folyamatban, mivel a gyanú szerint 2022. májusától kezdve több vagyon elleni bűncselekményt követett el a településen. A nyomozók az ügyeket egyesítették, majd a fiatalkorút lopásvédség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, és őrizetbevételéről határoztak. A rendőr rendőrkapitányság összesen három rendbeli lopásvédség és két rendbeli lopás büntet megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást ellene.